Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit ismételten a Kom Gasztró következő részében. Szilárd, ismét itt vagy velünk. Hová megyünk ma? Jó a kérdés. Mit szeretnél megnézni? Van olyan hely Kománomban, ami Magyarországon világhírű, mondjuk? Van. Van. Tudom, hogy most meglepődtél, de van. 2018 ország tortája, komáromi kislány. Ezt kóstoljuk meg. Gyerünk! Hajrá! Ide csücsenj le, baszta! Ezeket annyira hivatalosan nem kóstoltatottam, csak egy média, mert hogy cukormentes országtorta versenyen duplán megint döntős lettem, így előszedtem kettőt belőle. Mert hogy hallottam én egyébként, hogy az országtortáját is sikerült egyszer ezt a megtisztelni. 2018-ban. Én már azonnal felismertem, ugye már nem először indultunk el ezen az irányban. És akkor az van, hogy ő még a cukros verzió. Igen, és itt a kis 18-as, ezek a mostani döntőseim, amikkel most versenyben vagyok. És ők már cukormentes kategóriában indulnak. Az azért nagy kihívás. Mákot látok benne? Szemüveg nélkül? Hát igen, az egy szedres mákos sajtorta, így tömören, amúgy összetette egy kicsit. Wow! Én megkóstolom közben. De hagyjál nekem is valamit belőle, mert ideig még én sem jutottam el. És mi a helyzet itt a másikkal? Ő meg egy zaherhoz hasonlító, de egy csoki mussza, és ugye egy piros ribézlő zselével. Plusz van benne egy török magyaros, hát csoki és amarántos ropogós. Hú, ez tök jó hangzik. Én nekem amúgy abszolút mértékben tök jó hangzik, mennyit értettél belőle? Piros ribézlő, csoki. Én nagyon oda vagyok az ilyen csoki musszos sütikér. Nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy amikor én ide szoktam jönni hozzád, akkor én mindig ehhez hasonlót szoktam kérni. Csak hát az a spanyol csokis csoki musszos változatban, ami hát ugye azért édes. De most az én is megkóstolom. Apa, engem már is elvarázsolt, ezt most mondom. Tehát én azt kell rólam tudni, hogy most majd nagyon vidám lesz a mosolyom a máktól, de hogy egyébként nem vagyok oda az édességekért, ezért viszont igen, és pont azért, mert nem édes. És mit szólsz a komáromi kislányhoz? Hát egyébként már ismerjük, ja. Nem csak hallomásból, hanem már én is kóstoltam. Hozza, amit kell, egy nagyon-nagyon finom torta. De most bocsánat, én az ő szerelmese lettem. Tehát gyümölcsös, friss, bármikor hajlandó volnék fogyasztani. Hogy éred el, hogy ilyen ízbomba legyen, és semmilyen cukrot nem használsz? Hát ott eléggé szabottak azért ugye a feltételek, hogy mit lehet használni és mit nem. Tehát van egy alapanyag, egy lista, hogy amiből lehet választani. És azért picit megnehezített, mert azért máshogy működnek a cukoralkoholok, az édesítők. De ugye a második, harmadikra azért meg volt ugye. Mert azért ugye a technikák hát azért adottak, átvariálhatók a rendes receptek is mentesre. Tehát akkor ezek a torták ilyenkor csak nálad találhatók meg? Még nálam se kaphatok. Még nálam se? Még nálam se. Majd csak augusztus 20-án. Hiszen az államalapítás ünnepére szóló igen, torta. Igen, torta, igen, igen. Hát ez egy augusztus 20. És így még az, hát így a verseny többi fordulója is titkosan megy, meg az eredmény is. Uh-huh. Majd augusztus elején a parlamentbe hirdetik ki a győzteseket. Én nem tudom, hogy lesz, de ez a tortád, ez zseniális. Köszönöm. Köszönjük. Nekem most a három közül a legjobban. A legjobban ezt tetszik. És sose gondoltam volna, hogy cukormentes tortát fogok enni, és az nekem nagyon bejön, de most ez nekem nagyon bejön. Én azt gondolom, hogy csak itt tovább. Köszönöm. És tök örülök, hogy tényleg én sem gondoltam, hogy Komáromba fogok találni olyan ember, aki Magyarországon világhírű, mondjuk így, de gratulálok hozzá. Hát amúgy egy érdekességként, például a kislány, hát járt még Írországban is, 2018-ban, még ott is kóstolták. Ha meghívtak ott a Magyar Nagykövetség, szeretnék ott prezentálni, jött a parlamentnek, ott a nagykövetségeknek. És te kint is voltál?
persze, én csináltam meg neki. Ilyen sikimentés volt. Azért az tényleg egy nagy elismerés így ebből a szempontból. Hát figyelj, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és a tortákat. Most viszont meg fogunk kóstolni mindent. Hagyunk téged dolgozni, és remélem, hogy hamarosan visszatérünk gratulálni a következő ország tortája címhez. Hát az még azért elválik. Jó, persze, ne ígyünk előre a medve bőrére, de nekem ő tetszik. Szia, én egy őrség zöld aranyát kérek. Szépen egy gomboz tökéletesen elég lesz, mert most már szerintem így is. Igen, már elég jól állunk itt az édességgel, igen, abszolút mértékben. Nagyjából szerintem egy hónap alatt nem fogyasztok ennyi édességet, viszont jó volt minden. De mi se tudom, belegondolsz, tényleg az a két torta cukormentes volt, tehát akkor szinte megtartottuk az egyensúlyt akkor itt a cukor meg a nem cukor között. Én csak egy mangót kérek szépen. Ez pedig jó a potenciál zavarokra. Ja, köszönöm szépen. Viccelek, tudod. Köszönöm szépen. Köszönjük. Na, hát köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok, minden nagyon ciao. Köszönjük. Sziasztok. Előre csak engem. Menjél te el, befelé engem engedtél. Szilárd, örülök, hogy megmutathattam neked Komáromnak így az édesebbik oldalát is. Mit szólsz hozzá, hogy érezted magad? Milyen a durva az, hogy én is örülök, és innentől, ha meghalom a Kék Duna keringőt, akkor biztos, hogy egy torta akkor fog az eszembe jutni. De hát innen se jöttünk el üres kézzel. Igen, egy kis fogyi lezárásnak, hogy így kedves legyen. Gyerünk tovább, és ti meg maradjatok velünk, mert két hetente jelentkezünk újabb gasztro témákkal, és legyen ez a mondatunk, vagy jeligénk, hogy kóstolj bele Komáromba. Kóstolj bele Komáromba.